itt van a város vagyunk lakói, neve is van Budapest. Itt a emberi fenomént érzed ezen a maketten. Természet, az kint van az ablakon túl. Ez a való világ. Egy barátom, aki ennek az építésében részt vett, az azt mondta, hogy ez 2 millió óra kb., amit itt látunk. És ez nagyon látszik benne. Ha ezt a makettet nézed, akkor kb. Ugyanaz az élményed, mintha most jöttem volna haza, messzi tartózkodásból, és rácsodálkozok, hogy jé, ez ilyen. Sose néztem fel a 6-os villamosból, sose néztem fel a bicikliről, hogy mi mellett megyek el. Na ez pont arra való, hogy az ember itt fölnéz. Mindenre. Le kell lassulni. A film egy érték. 36 képkockám van. Igenis, megfontolást kíván az, hogy megérkezzünk a jelenbe. Rohanok, megyek, szaladok, minden hangos, zajos. El kell csípni azt az egy film. De nem gyakran van az az érzés, hogy a táncosok, amikor föllépnek a parketre, akkor egész egyszerűen megszépülnek. Egy más valóságukat mutatják meg. Bárki, aki érzett már olyan izgalmat, hogy valami különleges dolog történt fene, valami visszaadhatatlan, valamilyen új, amit soha addig nem érzett, azt szeretnénk, hogy ezt kapja élményként, ezt szeretnénk, hogyha megélnétek. A közössége való kapcsolata. A legjobban szinte a zenemű után következő csöndben lehet lemér. Az egy olyan szinkron és egy olyan intim pillanat, amiben a szinte a legerősebb a kapcsolódás a muzsikusnak és a közönségnek. Ez az új idők szavát meghalló és arra reagáló együttes, és ettől nem lehet elválasztani azt, hogy a budapesti kultúra az, amiben mi létezünk. Nekünk a pályakezdésünk az ugye Budapesten indult, főleg a Vámrak parton. Nyitott volt a közönség a zenénkre, mert elég új utakat kezdtünk el taposni. Szerintem sokan szép emlékeket fűznek ehhez az időszakhoz. Nagyon komoly zsez élet volt. Nem, mintha ma nem lenne újra. Magyarországon is kialakult egyfajta specifikussága a magyar jazznek. Ez egy szép találkozás lesz, reményeim szerint. Klasszikust jó játszani, mert az emberben benne van az az érzés, meg jó próbálni, hogy mégiscsak most kell, hogy megszólaljon. Modernul kell fogalmazni, ez mindig izgalmas. Élvezem a színházat, én szomorú vagyok, ha nem vagyok benne egy próba folyamatban. Visszajöttem ide, hogy megtaláljam a gyökereimet. Mindig egy olyan hely volt, ahol azt éreztem, hogy egy lelkemnek egy része biztos, hogy itt van. Szerintem egy művész az egy olyan ember, aki tükröt tart a társadalomnak, és átadja, hogy ő éppen hogy látja az életet. Nem vagyunk elég erősek abban, hogy elképzeljük a jót, és az előadás egyfajta válasz erre, hogy már pedig optimistának lenni. Nem hogy csak szabad, hanem mentálisan nagyon jót is tesz. A városban élni és a városban lenni a művészet miatt igazán jó. És a művészet az egy otthont ad, amik a nemzetközi otthonunk gyakorlatilag, bárhol vagyunk a világon, a kultúra körülvesz minket. Pont ez benne a szép, hogy nem tudjuk elképzelni, mit fogunk majd látni. Tehát érdemes eljönni, megnézni és egy kicsit átadni magunkat a videóművészet helyének. A szexualitás az egy olyan dolog, amiről általában nem beszélünk őszintén, tabusítunk belőle egy csomó mindent, besöpörjük a szőnyeg alá, és közben pedig ez az egész dolog, ez a kultúránk, a kultúrtörténetünk része, ugyanúgy, mint a filozófia vagy a művészet történet, és ez nagyon fontos, hogy ebből a szempontból közelítsük ezt meg. Kényes témákról is érdemes is kell beszélni. Szexről szóló irodalmi műsor lesz. A művészet hangján fogunk beszélni, és ki kell néha a mindennapokból zökkenni, és igenis be kell ülni a művészet csónakjába, ahhoz, hogy az ember észrevegye, hogy milyen szép az élet. Történeteket mesélünk itt az Alter Ego Klubban. A klub hagyományai szerint ilyen lip-sync számokkal vedítve. Az az alapfelvetés, hogy van a dolgok, amiket nem mondunk el egymásnak. Mi sem beszélünk róla egymás között, akik nagyon közel vagyunk egymáshoz, elvileg nyitottak vagyunk, egy értelmiségi csapat, és hogy most ezeket a dolgokat elmondjuk nem csak egymásnak, hanem a nézőknek is. Mindenkinek vannak olyan sztoriai, ami nagyon érdekes. A
Amikor csinálok egy irodalmi előadást, akkor az mindig is egy feladat, öntréning, és Szerbanttal egy jó apropó ahhoz, hogy a korszellemről beszélgessünk. Emlékezések, olasz slágerek, toszkántájak, szürreália, elektronika, líra keveredik. Van, aki azt mondja, hogy az egész 20. század, az egész modern tudomány Budapesten született. Budapesten születtek a rakétatechnika, az atomfizika, nukleáris fizika és az informatika, számítástechnika úttörői. Közülük Neumann János, azaz John von Neumann, akit a modern számítógép működési elveinek megalkotójaként tisztelnek a legtöbben, de egyébként egy igazi polihisztor volt. Írt egy cikket, az volt a címe, hogy túléljük-e a technikát. Azokról a témákról írt, amelyeket az ő nemzedéke alapozott meg. A tudomány, a matematika, az informatika kérdése, az egy olyan terület, hogy luxus, hogy csak tudósok foglalkozzanak vele. Épp ezért mi igyekeztünk művészeket is fölkérni, és művészi szempontból foglalkozni ezekkel a témákkal. Azon kezdtünk el gondolkodni a kollégáimmal, hogy a színház csinálás és az aktivizmus között milyen átfedések vannak, és hát mind a két terület olyan, ami ki van téve a ki és veszélyének. Valamilyen magasabb cél érdekében csináljuk, csak csapatokban lehet valamilyen eredményt elérni. Tartalmas, izgalmas próbafolyamat közepén vagyunk most. Összesen 6 budapesti aktivista van benne az előadásban, olyan fantasztikus hétköznapi hősök, akik lélegeztetőgépen tartják az országot. Idén ünnepeljük a Főváros Egyesítésének 150. évfordulóját, és ezért a város még annál is kiemeltebb szerepet kap, mint ami általában jellemző a Budapesti Tavaszi Fesztiválra. Úgy van igazából értelme, és akkor méltó ahhoz a városhoz, amelyből a legjobbat szeretnénk kihozni és megmutatni, hogyha ez minél több együttműködésben és olyan helyszíneken tud megvalósulni, hogy a városlakók és az idelátogatók minél szélesebb körével találkozhassanak.